Néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Édesatyánk, áldunk téged azért, mert te magad vagy a szeretet. És köszönjük, hogy nem is kell ezért különösebben könyörögnünk, hogy ó szeretet, áraszd ránk meleged. Csak azért létezhetünk egyáltalán, mert te szeretsz minket. Szégyeljük magunkat, hogy sokszor egyoldalúan kell szeretned. Mi magunktól nem tudunk szeretni, sem téged, sem egymást. Végzetes módon önmagunkat szeretjük mindig, és belepusztulunk ebbe a beteges önszeretetbe. Bocsáss meg, Urunk, hogy gyilkoljuk magunkat és egymást, azzal a sokféle keserűséggel, gyűlölködéssel, irigységgel, versengéssel, ami méregként pusztít a szívünkben. Szeretnénk most így a te szeretetednek a sugárzásába kerülni. A te gyógyító szereteted szabadítson meg minket ezektől a kórokozóktól. Szeretnénk most egészen megnyitni magunkat előtted. Tölts meg minket a te isteni szereteteddel. És a te mentő szereteted mosson ki, tisztítson ki belőlünk mindent, ami megnehezíti a mi életünket, amivel egymás ellen és ellened is annyit vétünk, és amivel végső soron önmagunk ellen vétkezünk, a magunk halálát okoztuk. Így állunk most ide a te szeretetedbe, és így kérjük mégis, ó szeretet, áld ránk meleged, és ragyogtasd föl előttünk most a mi Jézus Krisztusunk keresztjét, akiben testet öltött a te szereteted, és akinek a kereszt halála a kézzel fogható bizonysága annak, hogy hogy szeretted ezt a világot, és benne minket is. Gyógyulni, szabadulni vágyunk. Szólíts meg most minket így a te igéddel, és tedd világossá számunkra a szent lelkeddel üzenetedet. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a Máté evangéliuma 5. részének 43-tól 48-ig terjedő verseiből olvasom. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én azonban ezt mondom néktek. Szeressétek ellenségeiteket. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. És imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt teszik-e? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Nem, de a vámszedők is nem azonképpen cselekszenek-e. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Kedves testvérek, múlt vasárnap is erről az igéről szólt az ige hirdetés, ami sok mindent fölkavart bennünk. Valóban vizsgázott a hitünk, mint ahogy említettük is azt múlt vasárnap, hiszen Jézus Krisztusnak ezek a mondatai éles határt vonnak a formális, üres, erőtlen vallásosság és az élő hit közé. Az közé a hit közé, ami az újjászületett ember ajándéka, aki valóban Isten gyermeke, és az ő akaratát akarja cselekedni ebben az életben. Éppen ezért térjünk vissza most még ehhez az igéhez, mert a heti beszélgetések során több olyan kérdés is előkerült ezzel kapcsolatban, ami többek szívében megszólalhat, és amikre fontos, hogy az igéből világos választ találjunk. A múltkor elhangzottak rövid összefoglalása után két ilyen kérdést szeretnék most idehozni, és keresni rá az igéből a választ. Láttuk azt, hogy az, amit Jézus ért szereteten, merőben különbözik minden emberi szeretet értelmezéstől. Hiszen mi mindig valamiért szeretjük a másikat. Szeretem a gyermekemet, mert hozzám tartozik. Szeretem a szerelmesemet, a hitvesemet, mert tetszik nekem.
Szeretem a barátomat, mert rokonszenvesnek találtam. Az ellenségét azonban senki nem tudja szeretni, mert nincs miért. Ugyanakkor az ellenséggel szembeni sokféle keserűség, indulat, folytott harag, gyűlölködés emészti az ember nyugalmát, békességét, energiáit, erőit. És láttuk azt is, hogy mindannyiunknak vannak ellenségeink. Még azoknak is, akik szeretnének kérkedni azzal, hogy nekik nincsenek, mert ők jó emberek. Az ilyenek is elvitatkozgatnak magukban valakivel, aki megsértette őket. Az ilyen ember is védi a maga igazát a másikkal szemben. És kivétel nélkül mindenki hordoz magában sérelmeket, rejtett bosszúvágyat, haragot vagy keserűséget másokkal szemben. És mindannyian tudunk legalább egy olyan nevet mondani, hogyha azt kiejtik előttünk, akkor ilyeneket szoktunk mondani, hogy összeszorul a gyomrunk, vagy elszorul a torkunk, vagy gyorsabban ver a pulzusunk. És ez azt jelenti, hogy a vele szemben magunkban hordozott indulat ható méregként jelen van bennünk, és adott esetben működésbe lép. És mérgezi a tulajdonszervezetünket is, sokféle értelemben, és megmérgezzük ezzel a környezetünket is, megmérgezzük vele emberi kapcsolatainkat is. Jézus Krisztus azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket. Erre azonban senki sem képes. Mert ez a fajta szeretet, a múltkor még a bibliai görög szót is megtanultuk, hogy ez az agapé, ami az Isten lényege, ez nem velünk született tulajdonság. És nem megtanulható beidegződés. Mert ez a szeretet szereti a másikat annak a magatartásától függetlenül is. Sőt, a másik magatartása ellenére is. Ez az agapé szeretet nem az ember ösztönös szeretet megnyilvánulása, hanem az ember ösztönös ellenségeskedésének a legyőzése. Ez a szeretet nem a szívnek a spontán mozdulata, hanem az akaratnak a tudatos engedelmessége. Az Istennek odaszánt akarat engedelmessége. Láttuk, hogy ennek a szeretetnek egyetlen valós oka lehet mindig, az, hogy a másiknak szüksége van rá. Isten is csak ezért szeret minket, mert szükségünk van az ő szeretetére. Mert elpusztulnánk az ő szeretete nélkül. Semmi szeretni való nincs bennünk. Annak ellenére szeret, hogy ilyenek vagyunk. És aki ilyen szeretettel kezd szeretni másokat, köztük az ellenségét is, azon keresztül tulajdonképpen maga Isten szeret. Nem az ilyen ember teljesítménye ez, hanem azt mutatja, hogy sikerült egészen félreállnia, és utat engednie Istennek, akit így definiál az új szövetség, hogy az Isten szeretet, utat enged az ilyen ember Istennek, hogy szabadon áradjon rajta keresztül is a világba az Isten szeretete. Erre azonban csak az képes, aki már kapcsolatba került Istennel, akinek helyreállt a közössége teremtő atyával, az újjászületett, Istenben igazán hívő ember, aki tudatosan félreállította magát, és félretette a maga egész természetét, és mindenestül alárendelte magát Isten akaratának. És azt mondja, hogy Uram, azért vagyok itt, hogy álljak rendelkezésedre. És amit te el akarsz végezni az én környezetemben általam, én azt nem akarom akadályozni. Semmivel sem nehezíteni. Használj engem szabadon, áradjon rajtam keresztül minden ellenőrzésem nélkül ebbe a világba, amit te akarsz. Itt vagyok, megüresítem magam, és minden, ami eldugaszolna engem, mint vezetéket, az bűnnek ítélem, oda viszem, ahova való, és ahol egyedül elfogadják, a Jézus Krisztus keresztjéhez. Hiszem azt, hogy megbocsáttattak a bűneim, szabad vagyok a bűneim vágyjától, és így ebben a szabadságomban fölajánlom magam a te szolgálatodra. Tégy velem, amit akarsz, végezz el rajtam keresztül, amit jónak látsz. Uram, állok a rendelkezésedre. Ilyen az újjászületett ember. És ez az ember válik alkalmassá arra, hogy Isten rajta keresztül valóban isteni értékeket árasszon ebbe a világba, miközben őt magát is megtölti ezekkel, és használja másoknak a javára. Mert testvérek, csak azt tud
isteni szeretettel szeretni, aki befogadta már az életébe Istennek a szeretetét. Csak azt tud másoknak megbocsátani, aki naponta Isten bűnbocsátó kegyelméből él. Azt tud megbékélni az ellenségével is, még akkor is, ha az sértette meg őt, aki szíve szerint kibékült Istennel, és nem ellenkezik vele többé, hanem engedelmeskedik neki. Csak azt tud eléje menni a másiknak, szeretettel, gyöngéden, tapintattal, áldozatosan, aki találkozott már az élő Krisztussal, aki elénk jött, hogy levegye rólunk bűneinknek terhét, és Isten boldog és szabad gyermekeivé tegyen ismét. Erre az életre hív minket Isten mindig az ő igéjén keresztül. És erre hívogat ma este is. És ezért hirdetem néktek a szeretetről szólva mindenek előtt azt, hogy az Isten szeretet ez nem valami általános filozófikus tétel vagy egyházi dogma, hanem azt jelenti, hogy ő mindannyiunkat szeret, akik itt vagyunk mindannyiunkat. Így, ahogy vagyunk. Semmi feltételt nem sorol fel. Nem azt mondja, hogy szeretni foglak akkor, ha a következő X feltételnek eleget teszel. Nem tudunk mi eleget tenni semminek sem. Azt mondja, hogy szeretlek, mert szükséged van a szeretetemre. És mihelyt erre te is rádöbbensz. És kijön a szádon ez a mondat, hogy köszönöm, Atyám, hogy szeretsz. Abban a pillanatban valami minőségileg új kezdődik el az életedben. És abban a pillanatban szabad út tárul föl arra, hogy az Isten szeretete átáradjon rajtad keresztül másokat. Ez a megtérés, az újjászületés, a gondolkozás megváltozása. Sokféleképpen fogalmazhatjuk, így születik meg az új ember. Hangzik az ige, aminek a lényege mindig az, hogy Isten közli velünk, hogy szeret minket, és mihelyt valaki hagyja, hogy szeresse őt az Isten. Teret enged magában az Isten megtisztító szeretetének. Az elkezd megtisztulni mindattól, ami addig megterhelte, lehúzta, beszennyezte, és alkalmatlanná tette arra, hogy ember legyen. Isten képére teremtett ember, Isten munkatársa ebben a világban. Erre akar felszabadítani minket, ami Urunk, és így akar megszabadítani mindattól, ami ennek az ellenkezője. Gondoljatok bele egy pillanatra, én úgy eljátszottam a gondolattal készülés közben, hogy mi történne akkor, ha egyszerre megszabadulnánk mindattól a feszültségtől, gyűlölködéstől, szorongástól, irítségtől, versengéstől, keserűségtől, ami pillanatnyilag otthon van. Vagy ami pillanatnyilag a munkahelyünkön van, ami holnap reggel ugyanúgy fog fogadni, mint egy pénteken otthagytuk. Vagy ami a saját szívünkben van, egyszerre megszabadulni tőle. Vagy ami a nemzetközi életben pillanatnyilag van. Ott, ahol valaki teret az Isten szeretetének, ez történik meg kicsiben. Vagy amilyen mértékben teret adunk neki. Egy közösségben, egy családban, egy gyülekezetben, ez történik meg. Kiveszi Isten mindazt, ami emészti, szívja, békozolja a mi energiáinkat, amiket ő értelmes célokra adott. Elfogadtuk az ő szeretetét, és tudjuk egymást szeretni. És csodálatos öröm az Isten szeretetével megtelni. Csodálatos öröm tapasztalni azt, hogy ő szeret engem. Elfogadni az ő szeretetét. Beengedni az Isten szeretetét az életembe. Nézni azt, hogy mit végez el bennem. Hogy hogyan szelektál, hogy hogyan leplezi le a sötétséget. Hogy hogyan szabadít meg engem sok mindentől, amit tulajdonképpen én is elítéltem már addig, de úgy össze is nőttünk, meg magam sem hittem, hogy attól én már megválhatok, meg mi lesz a helyére, érdemes arról lemondani, de előtt kaptam nagy kincset, a szeretetet. És ezért boldogan kiszólok az életemből minden hitványságot. Még többet az ő szeretetéből. Egyszer csak telítődik a lélek, és kicsordul. És amikor először csodálkozik el egy új ember azon, hogy én tudom szeretni azt, akire eddig gondolni se tudtam. Amikor az Isten kezd szeretni bennünk és általunk. Amikor valaki az Isten teremtő munkáját tetten éri az elrontott életében. Ez ám az új élet. Minden egyéb lehet kedves keresés, rokonszenves vallásosság, hagyománytisztelet, vallásos ismeretek gyűjtögetése, tiszteletemértó, kedves dolgok, ezek csak éppen az élet nem változik meg tőlük. Az élet az Isten befogadott szeretetétől változik meg. Az ember mindenestől,
az Isten szeretetének a melegében változik meg. Úgy, hogy Isten szeretet aztán átárad az ilyen emberen. És tudjuk szeretni egymást az Istentől kapott szeretettel is. Nos, ezekről beszélgettünk az elmúlt héten egy alkalommal, és akkor valaki elmondott egy történetet. Elmondta azt, hogy nemrégiben kapott egy csúnya hangú, bántó tartalmú, durva levelet egy olyan ismerősétől, akinek ő több mindenben segített éppen a közelmúltban. Csupa félreértésen alapuló vádak voltak benne, és ez többszörösen rosszul esett neki. Nagyon megbántotta ez a levél. Néhány napig hordozta magában a keserűséget, és sajnálgatta magát, míg végül is írt egy meleg hangú, kedves választ, amelyikben leírta röviden a tényállást, és bocsánatot kért a másiktól azért, hogyha akaratlanul bármivel megbántotta volna. És ennek a levélnek két édes gyümölcse termett. Az egyik az volt, hogy régen töltötte be már ilyen boldogság a szívét, mint amikor ezt elküldte. Azt mondja, hogy csak akkor élte át ezt az örömöt és ezt a békességet, amikor nagyon közel került Istenhez életébe. A másik édes gyümölcse meg az lett, hogy különös változást indított el a sértő félnek az életébe. Mert ezek után fölkereste azt, akitől a választ kapta, nem túl sokat beszélgettek a levélváltásról meg a sérelmekről, viszont elmondta neki az egész életét, egy életgyónás hangzott ott el Isten színe előtt, addig rejtegetett, mentegetett, szépítgetett bűneit is nevén nevezte, és együtt köszönték meg Istennek, hogy ezeket a bűneit is megbocsátotta az illetőnek akkor, amikor Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten. És egy új életszakasz kezdődött el a sértő levelet írónak az életében. Amin egyébként nem is kell csodálkoznunk. Hiszen annak a levélnek a mondatain keresztül, meg a mögöttük lévő indulaton keresztül, valami az Isten lényegéből érkezett meg ahhoz a sértő emberhez. Mert az Isten szeretet. És ezen a levélen keresztül agapé, szeretet érkezett meg a másikhoz. És az Isten szeretetébe kerülve minden ember formálódni kezd. És aki tartósan ott van, az egészen átformálódik. És ott lelepleződik a sötétség, és beárad a világosság, és átalakul az, aki az Isten szeretetének a melegébe került. Most éppen ennek a beszélgetésnek a végén tett föl valaki két érdekes kérdést, és ezeket szeretném még idehozni, és amennyire Isten igéjéből világosságot kaptam rá a választ elmondani, legtöbbet azt mondanám, hogy együtt keresni a választ, és jó lenne, ha most úgy beszélgethetnénk is, de utólag még ez is megtörténhet valamilyen formában. Az egyik kérdés az volt, mi a magyarázata annak, hogy valaki, akit megbántottak, bocsánatot kér a másiktól. Ez teljesen szokatlan és értelmetlen magatartás, mondotta az illető. Nem valami túlzás ez, valami egészségtelen túlzás. Akit megbántottak, bocsánatot kér. És a másik kérdése ez volt, hogy ha ez a bizonyos agapé szeretet, amit Isten kínál nekünk, nem a szívnek az ösztönös spontán mozdulata, hanem az akaratom tudatos engedelmessége, akkor nem vezet ez képmutatáshoz. Mert hogyha én azt is szeretni akarom, akit nem tudok szeretni, akkor esetleg csak megjátszom. Úgy teszek, mintha szeretném. Ez szerint szabad hazudni a szeretetet? Most mi a válasz ezekre a kérdésekre? Roppant jellemző és őszinte, becsületes kérdések ezek, amiket hasonlóakat talán el is folytunk olykor magunkban, mert illetlenségnek tekintjük ilyet kérdezni. De mi a válasz ezekre a kérdésekre? Mi a magyarázata annak, hogy valaki, akit megbántottak, bocsánatot kér? Tényleg nem túlzás ez, nem valamiféle rajongás. Legjobban találtuk, ha megkérdezzük azt, akivel ez megtörtént. Kicsit gondolkodott, és azt mondta, hogy két oka van. Az egyik az, hogy miközben ő magát sajnálgatta, és azért a szíve mélyén haragudott arra a másikra, és keserűség volt benne, arra gondolt, hogy kísértődött itt most meg.
Tudjuk, Isten gyermekei tudják azt, amiről egyszer nem régiben mi szóltunk itt részletesen, hogy kétféle természet él bennünk. Az újjászületésünk óta Jézus Krisztus természete, akit mi befogadtunk a szívünkbe, és ő ténylegesen ott él a mi életünkben, és hat, de ugyanakkor megmarad a mi régi természetünk is. Kísértődött itt most, megkérdezte ő. A bennem élő Krisztus nem jellemző. Jézus nem sértődékeny. Ő nem szokott megsértődni. Akkor ki? Akkor az én óemberem. Szóval megsértődött az óemberem, aki nekem a legáldázabb ellensége. És duzzog most és bosszúért kiállt, mert kapott egy ütést. Akkor kapjon még egyet. Megbocsátok annak, aki megsértette. Nem tudom, érezzük ennek a lelki, pneumatikus hátterét, hogy amikor valaki Isten világosságába kerül, akkor ilyen tisztán látja önmagát és az eseményeket. Ez nem a helyzet túl komplikálása, ez a való helyzet. Adott még egyet az óemberének, megbocsátott annak, aki azt megsértette. A másik ok, amit említett, az az volt, hogy azon gondolkozott el, miután magában keselgett egy sort, hogy milyen keserű vádakat ír az illető. Aki így vádaskodik, az nagyon nagy bajban lehet lelkileg. Nagyon rossz lelki állapotban lehet. Segíteni kell rajta. Hogy lehet segíteni rajta? Csak úgy, hogyha elveszünk az útból mindent, ami kettőnket most elválaszt. És mindenféle halak, sértettség, gyűlölködés elválaszt. Tehát meg kell bocsátanom ahhoz, hogy segíthessek rajta. Ő arról már nem beszélt, ami nekem erről eszembe jutott, de hadd mondjam el itt folytatásként, hogy ez az agapé szeretetnek a legjellemzőbb tulajdonsága. Hogy soha nem önmaga fontos neki, hanem a másik. Mindig a másik. És bármire kész, hogy a másikon segíthessen. Az Isten az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogy rajtunk segíthessen, hogy nekünk kedvezzen. Ilyen gyümölcsei vannak az agapénak. És ezt a fajta szeretetet kínálja nekünk Isten. Ó, balda mindenki, aki ezt visszautasítja. A másik fontos neki. A másikon kell segíteni. Mert aki ilyen levelet ír, a szörnyű lelki állapotban van. Nos, amit tegyünk a segítségére? Először is mindent meg kell bocsátani és elfelejteni. Ez a legkevesebb. És utána? Na de vajon ez a legkevesebb? Ez néha nem valami elháríthatatlan akadály előttünk. És ott marad az, és esetleg egy következő beszélgetésnél azzal kezdjük, és akkor nagy lelkűsködünk, hogy hát én ugyan megbocsátom, meg hajlandó vagyok elfelejteni, de ugye megérted, hogy rosszul esett, és ezek után már nem lehet gyónni annak, aki így kezdi. Mert az agapé nem tört át rajta. Én azt mondom erre a kérdésre, hogy egyáltalán nem túlzás az, ha valaki kész bocsánatot kérni attól, aki őt megbántotta. Ez az Isten szeretetének a diadala az életében. Ez a megélt kereszténység. Ez a gyakorolt szeretet. Mert az Isten szeretetét efélék jellemzik. És a másik kérdés az volt, hogy vajon ha ez nem spontán történik, hanem tudatos engedelmességgel, akkor nem vezet-e vajon képmutatáshoz. Ha egyáltalán semmi szeretni való nincs a másikban, és én mégis úgy teszek, mintha szeretném, vagy szeretni akarom. Hát ez nem hazugság. Nem sokkal becsületesebb magatartás az, hogy ami a szívemben, az a számon. Most hogy van ez? Szabad hazudni a szeretetet? Nem szabad. Hazudni semmit sem szabad. De szabad leleplezni magunkban a szeretetlenséget. És szabad újra és újra utat engedni az Isten szeretetének, hogy áttörjön rajtunk. Szabad alkalomról alkalomra újra halálra ítélni a mi óemberünket, a mi szeretetlen, érzékenykedő, sértődékeny, gyűlölködő természetünket. Szabad ezt az útból félrelökni, hogy az Isten szeretete szabadon áradhasson rajtunk keresztül. Ez szabad. Ez a hitnek a szép harca egyebek között. Ez nem képmutatás. Ez a keresztény ember legőszintébb vágya. A keresztény ember nem vigasztalgatni akarja az ő megsértett óemberét, hanem megöldökölni, ahogy az ige mondja. És ahhoz a biztos út ez, hogy újra és újra félreállítom az útból.
És amikor megint kiderült, hogy én nem tudnám őt szeretni, de neki szüksége van szeretetre, akkor mielőtt a számára jönne az, ami a szívemben van, előbb odaviszem az Isten elé azt az utálatos indulatot, ami a szívemben van, engedem, hogy megszabadítson tőle, és adja nekem újra az ő szeretetét, és aztán az jön az én számra. Az, hogy ami a szívemben, az a számon. És ha a szívedben gyilkos indulat van, akkor az lesz a szádon is. Ez olyan nagy erény. Ez a tökéletesség. Ez a becsületes. Nem sokkal inkább az a becsületes, hogy Uram, már megint csődöt vallottam. Bennem már megint csak az valami velem született, szeretetlenség. De én ezzel egyszer és mindenkor szakítottam, és én most újra kérem a te szeretetedet. Ez egy pillanat alatt lezajlik. Aki gyakorlatozik a hitnek a szép harcában, annak elég egy egyetlen mondatos, hangtalanul elmondott imádság, hogy a maga másikkal szembeni gyűlöletét vagy szeretetét elítélje, és az Isten szeretetének utat engedjen. Nem sokkal becsületesebb ez? Az újjászületett emberre ez jellemző. Nem fokozza a bajt még azzal, hogy a maga tisztátalan szívében lévő tisztátalan tartalmat önti arra, akinek szeretetre lenne szüksége, hanem engedi, hogy Isten előbb őt megtisztítsa újra, és aztán használja őt a másik javára. Készek vagyunk-e mi mindig félreállni Isten útjából? Készek vagyunk-e a magunk egyszer elítélt ó emberi természetét mindig újra félreállítani az Isten végtelen, mentő szeretetének az útjából? Így telítődünk mi is egyre jobban agapé szeretettel. És így tud minket használni egyre jobban másoknak az üdvösségére. Testvérek, valaki egyszer azt mondta, hogy hát ez rettenetesen bonyolult. Ha keresztjének lenni ezt jelenti, hát akkor nem is tudok figyelni a dolgomra, mindig arra kell figyelni, hogy most útjába állok Istennek, vagy nem, most mi az én feladatom. Hát ez ugyanolyan bonyolult, mint amilyen bonyolult az élete egy élsportolónak, vagy egy előadó művésznek. Mert ugye ezek az emberek azok, akiknek van valamire tehetségük. És aztán naponta a kemény edzéseken, meg a gyakorlás apró munkájában gyakorolják a maguk tehetségét, mire abból eredmény lesz. Nos, az agapénak ezt a gyakorlását szeretnénk mi megspórolni. Adjon Isten nekünk tehetséget, adja nekünk az ő szeretetét, mi azt szívesen elfogadjuk, és a gyakorlást meg el akarjuk hagyni. Hiába van valakinek akármekkora tehetsége. A gyakorlás nehéz, naponta újra elkezdendő apró munkája nélkül nem fog hosszú távon szép eredményeket elérni. Keresztjén sem maradhat enélkül. Isten adja nekünk a szeretetre való tehetséget, képességet, ajándékot az újjászületésben, amikor mi elfogadjuk tőle bűneink bocsánatát. Aztán el kell kezdeni gyakorolni. Már aznap azzal az iránt, akibe először beleütközünk, aki először belénk akaszkodik, táncoskodik, megsért, és így tovább, és a megélt szeretet, a gyakorolt szeretet, az válik Isten kezében alkalmas eszközé, szolgálja az ő dicsőségét és másoknak az üdvösségét. Erre hív minket a mi Urunk. Így kínálja nekünk ma este is az ő mentő szeretetét, és így akar minket felhasználni a maga mentő munkájában. És hogy ez pontosan hogy és miért történhet, azt a Római Levél 5. részében Pál apostol így írja le: az Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Mert Krisztus, amikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak meg merne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Miután azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele. Minek utána megbékélünk vele, adja az ő szeretetét, és minek utána naponta szívesen továbbadjuk az ő szeretetét,
egyre többet kapunk abból. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy mikor még ellenségeid voltunk, te már akkor szerettél minket, atyánk. Köszönjük, hogy ha kell, egyoldalúan is szeretsz minket, mert szükségünk van szeretetedre. Áldunk azért, hogy szabad kérdezni téged. Köszönjük, hogy te nem neheztelsz meg semmiért. Köszönjük, hogy a végtelen nagy türelmedet. Hú, hányszor hívtál már minket az új életre. Magunktól engedni sem vagyunk képesek a te hívásodnak. Indíts minket szent lelkeddel, hogy elfogadjuk mentő szeretetedet. Hogy újra és újra félreálljunk annak az útjából. Hogy átengedjük magunkon. Hogy így lehessünk mi, ami atyánknak fiai. Így ajándékozz meg mindannyiunkat új élettel. Vagy erősíts meg minket abban, a te dicsőségedre és sokaknak a javára. És kérünk ebben a csendben, hozd elénk most azt, ami pillanatnyilag akadályoz ebben minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.